Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy új kirakás. Flashlight reading. Mit kellene tenned jelen pillanatban, hogy javuljon a helyzeted? Mielőtt elkezdeném a kártyákat olvasni, megemlíteném azt, hogy pár nappal ezelőtt volt egy operációm a fogászaton, így ne csodálkozzatok azon, ha kicsit furcsán beszélek, még mindig a fogászatra járok, tehát ez még el fog tartani egy ideig, de nem volt könnyű beszélni, hiszen voltak fájdalmaim, de most már javult a helyzet. És mi javul nálad, megnézzük most ennél a kirakásnál. A központi témát ez a könyv mutatja. Ez utal a tudásra, a tehetségre, arra is, hogy tanulsz valamit. Előfordulhat az is, hogy te adod tovább a te saját tudásodat, tanítasz valakit. Amit ez a könyv még jelenthet, egy továbbképzés, vagy egy könyv olvasása. De azt is látjuk, hogy ez a könyv nyitott. Tehát, ha érzelmekről van szó, akkor ez utal nyitottságra. Nyitottan beszélni valamilyen dolgokról. De azért légy óvatos, mert a háttérben itt van ez a kis ördög, és az jelentheti a hamisságokat. Gondold át, hogy közölsz valamit másokkal, de gondold át azt is, hogy mit mondanak mások neked. És gondolkodj el azon is, ez az igazság, vagy hazudik valaki. Ez a könyv jelentheti azt is, hogy a múltban valaki becsapott téged. És itt megvan az élet tapasztalatod, és leírod könyv formájában. Vedd kezedbe a dolgokat, irányítsd az eseményeket. Ez a bót jelenti a tűz elemét, a te bátorságodat, a lelkesedésedet, a szenvedélyeket is. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi bátor közeledik hozzád, lelkesíti valamit, és kimutatja a nyitottságát, mert tanult valamit az életből, vagy ebből a helyzetből. Ezen a képen látható egy külföldi kapcsolat, vagy utazások. Az is lehet, hogy tervezel valamit, vagy tanulsz egy idegen nyelvet. Amire felhívnám még a figyelmedet, ez itt a te nagyságod. Azon a területen, ahol te dolgozol, vagy a környezetedben sokkal nagyobb vagy, tehetségesebb, mint mások. Légy ennek tudatában, mert ezzel az önbizalommal mennek előre itt a dolgok. Itt is látható egy írás, egy tekercs, amire le van írva valami. Itt is tanulásról van szó. De azt is jelentheti ez a papír tekercs, hogy itt van egy terv, amit meg kellene valósítani. Vagy nálad, vagy nálam. Ha róla van szó, akkor láthatod, hogy ő még itt kényelmesen ül, figyeli a dolgokat, de még nem tesz semmit, annak ellenére, hogy ott van előtte ez a terv. Szerintem arra vár, hogy te lépj előre, vagy te közölj vele valamit, hogy te keresd vele a kapcsolatot. Itt ez a kép lehet egy találkozás, hiszen valaki üdvözöl téged, integet neked. De azt is jelentheti, hogy te lezárod a múltat, mindazt, ami eddig nyomasztott téged, és köszöntesz egy új irányba, mert
itt lesznek újdonságok. Azon kívül elárulhatom azt is, hogy hamarosan kapsz egy jó hírt. Tehát valami vagy valaki beköszönt hozzád, beköszönt az életedbe, és ahogy látod, ez a kisfiú nevet, tehát ez egy jó hír. Egy jó hírről van szó. Ezen a képen látható a piac. Te ott vagy a középpontban, és mindenki figyel rád. Megkapod az elismerést, itt vásárolhatsz valamit, megvan a jólét, és amit még láthatunk itt a képen, a háttérben van egy férfi, aki figyel rád. Te nem is tudod, nem látod, hiszen a hátad mögött van. Te más irányba tekintesz. De ott van a közelség, és mivel ő rád figyel, érdeklődik irántad. Hamarosan lesz egy találkozás, hamarosan lesz egy jó hír. Te meg is érdemelted azt, hogy ez a férfi bókoljon neked, szeressen téged, hiszen itt látható a nőiességed, ez a kisugárzás, ez a fellépés. Azon kívül itt van a kezedben ez a korsó, itt folyik ez a víz, és az szimbolizálja az érzelmeket, de a tehetségedet is, az intuíciót, az inspirációt, valamit megszépítesz magadon vagy a környezeteden, és ez a férfi ezt észreveszi. Itt már látható a közeledés, a találkozás, hiszen ott van melletted, megérint téged, és ez a korsó szintén a víz elemére utal, ugyanúgy, mint ez a kártya, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Amit a víz eleme még jelent, az intuíció, az inspiráció, és az segít abban, hogy itt tanulj valamit, vagy mindazt, amit átéltél, írd le egy napló formájában, vagy egy könyv formájában, mert ez a könyv neked sikert hozhat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!